Az elmúlt héten Skultéti Mártonnal, a hosszú távú országos bajnokkal beszélgettünk arról, hogy mi is történt augusztus közepén a Japánban rendezett tájékozódási futó világbajnokságon, és ott érdekességként tűnt föl ugye egy adat, hogy a négy női számból mind a négyet svájci versenyző Simone Luder nyerte, aki egyébként ezzel együtt már 10-szeres világbajnoka a sportágnak. Annak jártunk utána, hogy annak szeretnénk most utána járni a következő percekben, hogy valami mi lehet a svájci tájfutó csoda titka, ha lehet ezt így nevezni, egyáltalán csoda ez, vagy valami jól felépített, szisztematikus versenyző kiválasztás és nevelő munka eredménye. A VB-vel egy időben zajlott egy érdekes rendezvény sorozat, lehet mondani talán edzőtábor Svájcban, ahol Vásárhelyi Tass kollégánk járt, és most ő mondja el, hogy mi is történt ott, mert hogy magyarok is voltak ugye szép számmal, kik voltak ők, mit értek el, és milyen tanulságokat értetek haza. Meghívást kaptunk egy nemzetközi edzőtáborba, School Orienteering, ez az egész kampánynak a neve. Iskola. Tájfutó iskola, ami gyakorlatilag a 2003-as svájci világbajnokságra találták ki, mint szlogent, és a lényege az volt, hogy Svájc szerte a tájfutást megismertetni az emberekkel, és a gyerekeken keresztül. És az iskolai folyamán 100 000 kisiskolást megtájfuttattak, amit annyira sikeres volt, egyrészt a világbajnokságon, ugye ott is 4 aranyérmet nyert már Simone Luder, és élőben közvetítette a svájci televízió a sprint számot Rapperswil-ból, hogy 2004-ben már 200 000 gyerekkel hát ismertették meg a tájfutást, és nyár folyamán pedig az ország különböző pontjain ilyen school orienteering campeket, tehát táborokat szerveztek, és erre kaptunk meghívást 6 magyar versenyzővel, illetve finnek is 6 finn vett részt ebben a táborban. Ez nagyon érdekes kezdeményezés egyébként, anélkül, hogy a svájciaknak az elsőbségi jogát vagy nagyszerű munkájának ugye dicséretét elvennénk, vagy a dicsőséget elvennék tőlünk. Ugye mondhatjuk nyugodtan, hogy Magyarországon Monsport Sarota lévén évtizedek óta állandóan levegőben levő téma, vagy lógó téma ez, hogy milyen fontos lenne, hogy az iskolákban akár kötelező tárgyként oktatni a tájfutást. Tehát sajnos nálunk úgy látszik, hogy nincsen meg a megfelelő háttér, a megfelelő támogatás kormányzati, vagy akár minisztériumi szinten. Pedig igen, csak hasznos lenne, hiszen a tájfutásnak tudhatjuk már nagyon sok számtalan előnye van túl azon, hogy esetleg világbajnokokat lehet nevelni. Nagyon hasznos az életre való tanulságokat, vagy tanácsokat, vagy tulajdonságokat fejleszthetnek ki magukban a gyermekek. Na most ez az eredményt tekintve végül is a magyarok szempontjából azon túl ez egy nagy tanulság. Milyen eredménye járt vagy járhat esetleg a jövőre nézve? Mit tanulhattak ott? Kik voltak ott egyáltalán a magyar részről? És milyen jellegű edzésekben vettek részt? Érdekesség, ez egy 5 napos tábor, nagyon szigorú algoritmusa van, ami gyakorlatilag nem nagyon térnek el tőle, és kezdő, illetve haladó versenyzők, bárki jöhet, tehát olyan is, aki nem ismerte még korábban a tájfutást, hétfőn elkezdődik az elméleti oktatás, de rengeteg egyéb sportprogram, tehát sziklamászás, tollaslabdázás, úszás, kézilabda, bowlingozás, egyéb sportprogramok is vannak, és lényeg az, hogy parttájfutással ismertetik meg a gyerekeket, a tájlót azt nem használják, ez is egy érdekesség, és párosával a kisvárosban gyakorlatilag ilyen utcai tájfutó versenyen vettek részt már a második nap a gyerekek, sőt a harmadik napon már egyesével fél percenként indult az egész mezőny, ez egy 60-65 fős gyereksereget jelent. Az utakon átkelést azt ilyen zászlós emberkék biztosították, nagyon precízen mindenre figyelnek a svájciak, és lényeg az, hogy ezek a gyerekek a negyedik napon már kint az erdőben, hát ilyen tanösvényen, gyaloglás keretében ismerkedtek a tájékozódással. No, ennyit a kezdcsinálásról, tehát ott már a gyerekekkel, a gyerekek szintjén 10 éves korban elkezdik fel, vagy még korábban. De a magyar részről gyermekek, vagy esetleg ifjúsági korú versenyzők voltak ott, és ők mit tudtak ebből hasznosítani? 12-14 éves gyerekek voltak, és hát látták tényleg Gyöngyösi, Egri, Salgó-Tarjáni kezdő tájfutók vettek részt ebben a táborban, és hát látták a különbséget. Egyrészt a mentalitást, a fegyelmet, hogy micsoda flottul zajlik egy edzőtábor, másrészt pedig a terepekben, ugye, hogy hihetetlen szintesek, fenyőerdő, ajnövényzet, mocsaras helyenként. Úgyhogy egy nagyon érdekes kaland. Szavátozatos tábor volt ez, és bízunk benne talán, hogy a szakmai tanácsokon és szakmai tanulságokon túl
egyfajta életfelfogást, életmódot is hoztak magukkal haza a gyerekek, és netán a családjukat is megfertőzve meg a környezetüket, majd Magyarországon is minél szélesebb körben népszerűsítik, elterjesztik a tájfutást. Köszönjük szépen!